Egyszerű, mivel fölmentünk, beütöttünk, és egy pontot tudtunk csak lejátszani, és akkor szakadt le az ég. 8-9 éves korunk óta legjobb barátok vagyunk a Misivel. Nekem olyan félig, mint hogyha a tesóm ellen kellett volna játszanom. Mivel csak elkezdtük a meccset, és csak egy gémet tudtunk lejátszani, azt is amúgy az ellenfelem nyerte meg, szóval nekem jól jött ez, hogy első szünet lett, és így egy kicsit át tudtuk beszélni, hogy igazából mi volt ott a probléma, ott vissza tudtam jönni fejben, és fel tudtam magamat spanolni. Nagyon örülök amúgy ennek a győzelemnek. Szorosabb meccsre számítottam, mert Joel mindig elég szoros meccseket játszunk. Ma sajnos nem volt túl jól, ha jól tudom, szeretnél is be kellett venni egy gyógyszert, mert fájt a feje. Nem vagyok fizikálisan fáradt, elég sima mérkőzéseim voltak idáig. Holnap is szeretném irányítani a meccset és megnyerni a versenyt. Jó, most szett veszteség nélkül megnyerjem a versenyt. Rajtam fog múlni a játék, mert inkább én próbáltam diktálni a játékot, és a hibákat kellett feljavítanom, mert az ügyszereket elrontottam, és ugye ezáltal volt ez a szoros szett szerintem. Egy kicsit feszült voltam még, mert Lucát még soha nem vertem meg, de a másodikban, az első szett megfordítása után a másodikban sikerült fellazulni. Tajára szerintem 2-3 éve játszottunk, de szerintem 0-3.